leültem malackodni Szalai Bálinthoz, aki minden nap tengeri malacokat ment a csapatával. A világ arra felé tart, hogy a felelősségből kibújva a gazdik inkább természetbe helyezik vissza ezeket az állatokat, mint hogy mondjuk megoldást találjanak rá is mondjuk egy új gazdit. Ezért volt létjogosultsága annak, hogy egy ilyen szervezet létrejöjjön, felkértek, hogy segítsek ebben, és én azóta az elnöke vagyok ennek a szervezetnek, már lassan 7,5 éve működünk. Szia, puttyogó! Ja, és olyan nincs, hogy így megfogom, és az olyan bepisír? Van olyan is. Van általában 15-20 percenként azért eleresztenek egy pisit. 1400 mentett állatnál járunk. Vannak sikersztorik, vannak nem annyira sikerült sztorik, de minden megteszünk, minden tőlünk telhetőt, minden egyes állatkáért. Téged még nem harapott meg malac? De természetesen harapott meg, mert ha két malac összebalhézik, akkor mindig azt kell csinálni, hogy egy törölközőt közéig dobni, és akkor körülbelül elválasztódnak. Hát én nem mindig a törölközőt használom, hanem néha az ujjamat. Mennyire szeretnek kézben lenni? Szerintem attól függ, hogy mennyire szokják meg az embert, meg hogy az ember hogy szoktatja őket. Tehát ha mondjuk én valami utalomfalatot adok azért, hogy simogathatom, és mondjuk a kezembe lehet, akkor ők nagyon megszokják az embert és szeretnek. Ilyenkor csak játszik egyébként, ne ijedj meg. 26 évig valójában mindenféle állatom volt. A papagájtól elkezdve a kínai tyúkon át, a halon keresztül, a macskán át, a kutyán keresztül, tehát minden. De 26 évig nem volt tengeri malacom, és az akkori párommal kitaláltuk, hogy kellene egy panelban tartható állat. Neki nem volt soha állata, és kitalálta azt, hogy akkor legyen tengeri malacunk. Malacok mennyi emberi simogatás, törődést igényelnek egy nap? Hát én azt mondom, hogy ilyen 1-1,5 óránál többet azért nem, de az se jó, hogyha ez nem történik meg, tehát nagyon könnyen el tudnak vadulni. Szem nélkül született, ő az Alison, bajszokkal tájékozódnak, tehát hogyha mondjuk a bajszát levágná valaki, avval sokkal nagyobb sérülést okozna, mintha mondjuk egy hályog miatt a malac nem látna, és azon pánikolna, hogy te jó Isten, megvakultam. Allergiás lett mondjuk a szülő vagy a gyerekre, vagy mondjuk elköltöznek külföldre, vidékre, és ezért nem tudják magukkal vinni. Illetve van az, hogy konkrétan kidobják őket valahova, ilyenkor lakossági bejelentés alapján tudunk kimenni, és beszedjük az adott állatokat. De mentettünk erdőből, szeméttelepről, kukából, most épp tavaly egy kórházfatörzsből. Ez egy ilyen kis olyan program, ami kicsit kizökkenti őket azért, hogy egy 150-es kerthezbe kell egész nap lenniük. Sokkal felfedezőbbek, szerintem sokkal vidámabbak, nagyon sok szituáció van ilyenkor. Volt egy olyan, hogy a harmadik kerületből a 8. emeleten lévő hölgy felhívott minket, hogy egy tengerimac beszökött hozzá. Egy kicsit kételkedtünk, de azért kimentünk megnézni, hát már hogy a 8. hogy megy föl. Valójában egy patkány volt. Felelős állattartás miatt kitaláltuk, hogy létrehozunk a gyerekeknek egy mesekönyvet, olyan 2-2,5 év alatt készült el, és olyan történetek vannak benne, amiből a gyerekek megtudhatják, hogy milyen is a tengeri malactartás. Van például egy ilyen tulajdonságuk, hogy popcornoznak, az olyan, mint a pattogatott kukorica, amikor berakod a mikróba, össze-vissza pörögnek, forognak, ilyen 180 fokot képesek egy ugrással átfordítani a saját testhelyzetükön, akkor nagyon örülnek valaminek. Nagyon-nagyon sok az állatorvosi költségünk, ez körülbelül éves szinten olyan 4-5 millió között van, mi ezt 1%-okból szoktuk fedezni. Minden héten legalább olyan 2-3 állatka valahogy hozzánk kerül. Nem tudjuk, hogy milyen módon, az mindig meglepetés. Olyan nem nagyon hiszem, hogy lesz, hogy valaha elfogyunk, és akkor kírjuk, hogy minden malac elkelt, tehát nem nagyon hiszek ebben a szlogenben. Szerintem mindig lesz mentendő malac, és mindig lesz olyan, akit örökbe lehet fogadni.